Jakab levele első fejezetének 12. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Boldog ember az, aki a megpróbáltatás idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor próbák között van, Istentől ered az, hogy próbára vagyok téve. Mert Isten a gonosszal nem próbára tehető, és ő maga sem így próbára senkit. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe vagy próbába. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék az, ami onnan felülről, a fények atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy első zsengéje legyünk akármelyik teremtményeinek. Eddig Isten írott igéje. Na, nem pontosan a fordítás szerint olvastam föl, most biztos feltűnt már, hogy itt-ott egy kicsit másképp olvastam föl, hogy érezzük át, érezzük meg, hogy hol van a hangsúly ebben a levélben. Ugye a háttérről már a múltkor is beszéltem egy picit. Jakab a vezető presbiter a jeruzsálemi gyülekezetben, amikor elkezdődik az üldözés a zsidók részéről. Megülik István vértanút, és próbálják eltüntetni a keresztény gyülekezetet. Ugye vannak, akik egészen más országba menekülnek, és vannak, akik ott maradnak Jeruzsálemben. Ugye Jakab a gyülekezet vezető presbiter, aki ott van Jeruzsálemben, tehát üldözésnek kitéve minden nap gyakorlatilag, és ír azoknak a zsidó keresztjének, akik elmenekültek onnan, és egy másik városba telepedtek le. Valószínűleg ugye a zsidó közösség peremén, ha szabad így mondanom, mert ugye mégiscsak rokonok azok, vagy valahogyan ugyanahhoz a néphez tartoznak, tehát ott lehet menedéket találni, nem az teljes idegenektől lehet segítséget várni, de attól nem biztos, hogy jobb lett az ő életük. Gondolom azért írja Jakab a levelét, hogy amit ő átérez, vagy megél, átél Jeruzsálemben, az hasonlíthat arra, amit ő hall, hogy a zsidókeresztény társak, testvérek miben élnek. Ezért ugye a levél első része a próbákról szól. És ugye már a múltkor mondtam, hogy itt nem olyan kísértésekről van szó, hogy valaki bűnbe esik, vagy sem, hanem arról a nehéz élethelyzetről van szó, hogy az emberek ki vannak szolgáltatva, gyakorlatilag szegénységre jutottak, honnan lehet segítséget elvárni, hát talán a zsidó társaktól, de nekik, a zsidóknak nem tetszik ez, hogy ezek a keresztények Jézusban hisznek. Ugye ez az a nehéz helyzet, amiben vannak. És mit tanácsol Jakab valószínűleg a saját gyakorlata alapján, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, hogy mit kell csinálni, akkor kérjen bölcsességet. Mert ha megvan a bölcsesség Istentől, hogy az adott helyzetben pontosan mit kell csinálni, akkor megvalósul az álhatatosság az életükben, hogy javasolja azt is, hogy a méltóságukat tartsák szem előtt. Hogy Isten nekik kijelentette az ő szeretetét, az ő bocsátó szeretetét, az igazságát is, tehát azt tartsák szem előtt. És ha a hithez párosul a bölcsesség, úgy, hogy közben az ember nem azt nézi, hogy mi az, ami nincs, hanem mi az, amihez Isten elvezetett engem, akkor megalakul az életemben az álhatatosság. Az álhatatosság meg arra vezet, hogy tényleg érett keresztény legyek. Hogy aki látja az életemet, az látja a jó cselekedeteimet, az majd dicsőíteni fogja ezekért a mennyi
atyámat, ugye erre, vagy erről beszélt az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy a keresztény életnek ez egy elég lényeges aspektusa. Csak most jön a következő rész, oké, tehát úgy kéne. De a gyakorlatban az ember nem, az embernek nem mindig sikerül. Ezért most Jakab a másik oldalról is beszél. Tehát ha Istent kihagyjuk a történetből, vagy nem helyesen gondolkodunk Istenről, akkor mi történik? Hát akkor helytelen gondolkodásra jutunk. Ugye azzal kezdődik, hogy a 13. versben senki sem mondja, amikor ilyen próbák között van, hogy Istentől ered az, hogy próbákra vagyok kitéve. Most ugye az a nagy kérdés, hogy de ki az, aki ezt gondolja? Ugye itt Jakab arról beszél, hogy nem szabad úgy felfogni a próba, hogy próbálom hogy kicsit jobban megmutatni, hogy ő mire gondol, nem szabad úgy elképzelni a próba, hogy Isten összegyűjt egy halom próbát, és így egymás után leküldi ezeket a mennyből rám. Magyarul nyomást gyakorol egy bizonyos irányba, és azt mondja Jakab, hogy senki ne gondolja azt, hogy Isten ezzel a próbával nyomást próbál gyakorolni rám abba az irányba, amiről én tudom, hogy ez igazából nem jó. Ugyan, akkor lesz a próbából kísértés, amikor tényleg abba az irányba megyek el. Azt mondja Jakab, senki nem gondolja ezt, hogy ezek a nehéz helyzetek azért jönnek Istentől, mert Isten ezzel nyomást akar gyakorolni rám, hogy egy bizonyos dolgot tegyem meg. Akkor csak a szavakat magyaráztam. Akkor ugye az volt nekem a nagy kérdés, de tehát volt-e valaki, aki ezt gondolta most teljesen komolyan? És szerintem rátaláltam a titoknak a nyitjára, hogy ez a gondolat nem a keresztényektől, tehát a zsidóból lett keresztényektől származik, ez a gondolata zsidó környezetből származik. Tudjuk, hogy a zsidók, lehet, hogy már korábban is, a szektások ellen imádkoztak naponta 3-szor. Tehát volt egy nagy áldás, 18 áldásból állt, az egyik áldás nem volt áldás. A neve az, hogy áldás, de hát ez a szektásokra imádkozott áldás. Hogy Isten gyakoroljon rajtuk nyomást, hogy visszatérjenek, és ha nem, akkor menjenek tönkre. A 13. 14. században átfogalmazták ezt az imádságot, hogy most már nem annyira világos, hogy pontosan miről van szó, de ebben az időben minden keresztény úgy érezhette, hogy ez rólam szól. Tehát ha Jakab, ugye az író, megy a templomba, vagy a zsinagógába, akkor elhangzik ez. Minden nap. Vagy amikor az olvasói a helyi zsidó zsinagógába bemennének, és miért nem? Mert ugye ott olvassák föl Mózes könyvét, ott lehet tanítást kapni, akkor is, ha a keresztények máshogy értelmezik, és gondolom, hogy saját összejövetelék is vannak, de arról majd később. De minden nap hangzik ez el. Isten gyakorolja nyomást a szektársokra, hogy térjenek vissza az eredeti közösségbe. Hát ha ez megvan, akkor elég könnyen rájövünk arra, hogy ez a mondat miről szól. Hát ha ezt minden nap hallom, hogy imádkoznak Istenhez, hogy Isten rám gyakoroljon nyomást, hogy hagyjam el a keresztények közösséget, és térjek vissza az anya közösségbe, hát akkor idő után lehet, hogy én is így kezdek gondolkodni. Ugye? Ezért mondja Jakab, hogy senki se gondolja, hogy Istenre is lehessen nyomást gyakorolni a gonoszszal. Mert nem lehet. És Isten sem kísért így. Isten sem így tesz senkit sem próbára. Isten nem így gondolkodik. Isten nem úgy működik. Hogy ettől akarja óvni az olvasókat, a zsidóból lett keresztényeket. Hogy nehogy elhiggyék ezt, hogy Isten ezt az imádságot, ami naponta többször elhangzik, meg fogja hallgatni. Mert az baj lenne, hogyha azt hiszik el. És akkor kezd arról beszélni, hogy működik az, amikor az ember helytelenül gondolkodik.
nem Istentől jön ez a nyomás, hogy visszalépjek a zsidó közösségbe. De vigyázzam, mert ha Istent kihagyom a történetből, akkor mi a helyzet? Azt mondja, akkor a saját vágyom, a saját kívánságom, a saját megkívánásom az, ami működik. Csalogat engem. Ugye ez a szó szerepel itt is. Sőt, kivoncol engem a helyes közegből. És ha így mondom, akkor azonnal rájövünk arra, hogy itt ugye a horgásznak a képe van. Hogy a horgász bedob egy csali, és ha bekapja a hal, akkor kivoncolom a halat a vízből, és akkor már az enyém lesz. Hát úgy kell elképzelni. Azt mondja Jakab, így kell elképzelni, hogy a szívedben van ilyen vágy, ilyen megkívánás. Ha ilyen próbák között élsz, ugye elszegényedve egy ellenséges környezetbe, akkor nagyon-nagyon nyomás rajtad, hogy elhagyod a hitedet, hogy kövesd a többséget, vagy a nagyobb közösséget, amitől, ha ezt csinálod, még segítséget is fogsz kapni, lehet, hogy nem fogsz annyira nyomorodni, lehet, hogy jobban fognak rajtad segíteni, vagy akkor fognak végre téged embernek nézni. Ugye a megkívánás, a vágy, amiről Pálapos, vagy amiről Jakab itt beszél, az, ami a tizedik parancsolathoz kapcsolódik, amikor azt nézem, hogy mi az, ami a másiké. Akkor megnézem, hogy a másiknak milyen jó dolgai vannak, és megkívánom magamnak. Vagy milyen jó élete van neki, hát és én meg ilyen nehéz dolgok közepette élek. Ugye ez a vágy, ez a megkívánás, amikor nem azt nézem, hogy nekem mi van. Nem azon gondolkodom el, hogy velem mi a helyzet. Nem gondolkodom el azon, hogy Isten az én élethelyzetemben tőlem mit kér, hanem azt nézem, hogy a másiknak mi van. És hogy persze csak a szépet látok. Tehát azt sem tudom, hogy belülről a másiknak az élet hogy néz ki. Azt mondja Jaka, hogy na így működik ez a vágy, ez a megkívánás. Kezdem nézni, hogy a másiknak milyen jó dolga van. Ez a csali. És ha ráharapok a csalira, akkor majd kikerülök abból a közegből, ahol nekem élnem kell. A megáldott közegen, a keskeny úton, úgy így mondja az Úr Jézus. Ha megfogan ez a vágy, tehát ugye ez a vágy, ez a megkívánás, az inkább ilyen akaratlanul jön, akkor is belőlem jön, hogy nem egy külső dolog, az bennem van. A bűnbeesett emberben, szívében van ez a vágy. Még akkor is, hogyha az Úrhoz tértem, ez még működik. És azt mondja Jakab, hogyha ez megfogan, ez a vágy, tehát az akaratommal mondom magamnak, hogy jó, akkor menjünk abba az irányba, akkor azt mondja Jakab, akkor ez szüli a bűnt. Akkor tényleg rossz irányba mennek a dolgok, és akkor a cselekedeteimmel is nem azt teszem, amit kellene tennem, hogyha Istenre hallgatok. És azt mondja, hát, és ha ez teljességre jut, ha a bűn teljességre jut, hát akkor nem az élet koronáját fogom kapni, hanem akkor a halálba kötök ki. Ugye ez az ellentét, amit Jakab itt mond. Hogy a boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiáltó próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet Isten megígért az őt szeretőknek. Ugye ez volt a boldog mondás. És ha Istent ebből kihagyom a történetből, akkor mi történik? Hát akkor a saját kívánságomtól vonva és csalogatva kísértésbe eszek, ez a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ugye itt az volt a nyomás elsősorban, hogy hagyják az Úr Jézust. Vagy itt 40 éven keresztül Magyarországon az volt a nyomás, hogy hagyjam a hitet, az egyházi dolgokat. Hagyjam, ne beszéljek róla. A személyes dolog, személyes ügy, ugye most is mondják sokszor. Ez személyes ügy, amivel azt értik, hogy nem szabad róla beszélni. Nem szabad ezt vállalni az emberek előtt. Hogy hagyd magadnak a négy fal között, de nem mutasd meg, hogy hívő vagy. Ugyanaz a nyomás. Nem mutasd meg, ne beszélj róla, ne csináld. Majd otthon azt csináld, amit akarsz, de nem itt az emberek előtt. És ha ebbe belemegyek, akkor egyre inkább eltűnik Isten az életemből.
Ezt mondja itt Jakab. És ezért mondja, hogy ne tévelyegjetek. Mi az, ami valóban Istentől származik? Nem az a nyomás, hogy őt felejtsem el. Mi az, ami Istentől származik? Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék az, ami onnan felülről jön. Isten nem a próbákat küldi, nem a nyomást küldi a keresztény emberre, hogy elterítse a helyes útról, hanem pont az, ami jó lenne nekem, pont az, ami tökéletes lenne az életemben, ez az, ami Istentől jön le a mennyekből. És ugye itt elsősorban természetesen az Úr Jézussal is lehet gondolni, hogy ugyanúgy, hogyha valaki tökéletes ajándék és jó adomány, hát akkor az az volt, hogy halljuk minden héten, hogy Isten a saját fiát adta. Eljött az Úr Jézus Istentől, emberré lett, odaadta önmagát a kereszten, helyettünk, miattunk, értünk, de nem marad meg a halálban, hanem föltámadott, és most is fönt van a mennyekben, és állandóan könyörög értünk, közben jár értünk. Ugye ez az, ami felülről jön. A jó adomány, a minden tökéletes ajándék, ez az, amit Isten ránk bocsát. És akkor nagyon érdekesen fogalmaz, amikor Istenről beszél, hogy mindez a fények atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Most az új fordítás ebből azt csinálta, hogy a világosság atya, de itt többes számba szerepel, és a bolygókról van szó. Mert ezek az emberek, akiknek Jakab ír, ugye nem csak ilyen ellenséges zsidó közösségnél, vagy közösség peremén laktak, hanem egy abba, hogyan mondjam, általános kultúrában, ami ugye eredetileg a görögöktől származott, ahol nagyon erősen megvan az a gondolat, hogy ami a mindennapi életünkben történik, az a sorstól függ, elsősorban a bolygókat kellene megnézni, a bolygók határozzák meg az életünket. Ők határozzák meg, hogy milyen jó, vagy milyen rossz dolog történik velünk, éppen úgy attól függően, hogy teljesen láthatóak-e, vagy merre mozdulnak el, meg ha követem a mozgásokat az égbolton, akkor néha-néha úgy tűnik, hogy visszafele mennek, hát akkor az rossz jel. Volt egy komplett elmélet. Jakab itt hirtelen egy fél mondatban három olyan szakszót használ, szabad így mondanom, ami az asztrológiára utal. Tehát nem mintha ezek a keresztények asztrológiával foglalkoztak volna, mint ahogy a keresztények maguktól sem mondták volna, hogy Isten gyakorol rám nyomást, hogy hagyjam el a hitemet. Ez hülyeség. Csak ugye ők olyan közegben éltek, ahol ez volt a beszéd, állandóan. A zsinagógában azért imádkoznak, hogy Isten térítsen engem vissza a Jézus Krisztus általuk helytelennek gondolt útjáról, de ha más emberekről beszélek, a nehéz sorsomról, akkor rámutatnak az égboltra. Hát nem kell csodálkozni, hát mikor születtél meg, hát nézd meg a bolygódat. Hát te persze, hogy most bajba vagy, de majd visszafordul ez a bolygó, és akkor majd minden jó lesz. Nem! Azt mondja Jakab, nem! Ott se szabad megállni. Isten az, aki megteremtette a bolygókat. Ugye itt a fények atya, az ugyanaz, mint amikor a teremtés történetben nagyon világosan leírja a Biblia, hogy Isten megteremtette a fényeket, a nagy fényt, a kis fényt, meg a csillagokat, és ott kifejezetten egy bolygónak a neve sem szerepel. Hogy nehogy tévedésbe essenek az emberek, hogy a fölött is az Isten áll. És mi az, amit Isten küld? Isten az, aki a jó dolgokat küld, a teljes ajándékokat küld. Ezért ugye, ami lehet, hogy eltakarja a látásomat, ha nem látom jól, akkor vissza kell térni ehhez a kiinduló ponthoz. De nem a teremtett dolgok, nem is a teremtett emberek döntik el a sorsomat.
Lehet, hogy ezek az emberek azért imádkoznak Istenhez, hogy én elhagyjam a hitemet. Isten erre nem fog hallgatni. És lehet, hogy ezek a bolygók így meg úgy mozognak, de nem ők határozzák meg a sorsomat. Meg Isten a fölött is áll. Ő teremtette őket. Ezért azt kell szem előtt tartani, hogy Isten az, aki mindenek felett áll. És akkor jön utolsó gondolat itt Jakab részéről. És akkor mi a helyzet? Ha a saját kívánságainkból indulunk ki, akik csalogatnak bennünket, ki akarnak bennünket vonszolni a helyes útról, akkor az rossz irány. De van itt más is. Mi a, ennek az ellenszere? Hát ez az utolsó gondolat, ami itt van. Hogy Isten akarva, így mondja az eredeti szöveg, szándékkal szült minket az igazság igéje által. Olyan előzőleg arról beszélt Jakab, hogy a mi kívánságunk, ha megfogan, szüli a bűnt. Ezzel párhuzamba állítja ezt. De ha Isten igéje szól, ha Isten igazságának az igéje szól, tehát hallom, és ez megfogan, akkor mi történik? Akkor beteljesül Isten akarata, Isten szándéka. Ha Isten igéje, az igazságnak az igéje megfogan a szívemben, akkor Isten szült engem. Olyan, ez az úgynevezett újjászületés. Amiről nemrég hallottunk, hogy Jézus ugyanazt mondta Nikodémusnak, hogy hogy működik ez. És amikor a rómaiakhoz írt levélről beszéltünk, Pál is ugyanazt mondta, hogy a hit hallásból van. Ugye? Amikor szól az Isten igéje, és az ember felfogja, hogy ebben megszólít engem az Isten. És akkor ledöbbenek, hogy Isten mi mindent mond rólam, de nekem. És hogy mit kínál nekem. Ez az a pillanat, amikor kihallom a szövegből, úgymond, az Isten hangját, az a pillanat, amikor Isten engem megszólít. Ez az a pillanat, amikor megfoganhat az Isten igéje. Ez az a pillanat, amikor az igazság igéje megfogan, hogy Isten szül egy hívőt. És ha még a próbák között is kérem a bölcsességet, hogyha nincs, és álhatatos maradok, és így érett keresztjénné leszek, akkor mi vagyok én igazából? Én vagyok a sikeres ember, aki olyan jó volt, hogy Istenhez tért, és lámlám, hogy milyen nagy dolog az, hogy Isten örülhet nekem. Jakab nem azt írja, hanem azt írja, hogy Isten akarva, szándékkal szült minket az igazság igéje által, hogy mi legyünk. Hogy első zsengéje legyünk akármelyik teremtményeinek. Ez az első zsenge, ezt mindig jól kell érteni, mert mi nekünk ez az első zsenge, az a kicsit mindig úgy hangzik, mintha az lenne az első zöld. Ugye, ami kibújik a földből, mint az lenne az első zsenge. De a Bibliában ez nem az. A Bibliában az első zsenge az az, amikor már kész az aratás, tehát már ott áll a buza a földön, már mindent láttok, de mielőtt elkezdeném az aratást, learatok egy picit, és odaadom az Istennek. Ez az első zsenge. Tehát ez nem az, amikor éppen valami kibújik a földből, hanem az, amikor már kész az aratás. Csak el kellene kezdeni. De mivel kell kezdeni? Hát azzal kell kezdeni, hogy amit Istentől kaptam, abból learatok egy picit, és odaszánom neki. Ez az első zsenge. Olyan? Ezt kell bemutatni a Páska utáni napokban. Azt mondja Jakab, na ezek vagyunk mi. Kész az aratás. Isten be akarja gyűjteni, vagy
magához akarja visszagyűjteni, talán így kellene szebben mondanom, az ő teremtményeit. És ebből mi, keresztények, éppen az elsők vagyunk. Amiben ugye az van benne, hogy és nem az utolsók. Most kezdődik valami. Isten bennünket már kihívott, megszentelt bennünket az igéje által, rajtunk dolgozik, hogy megmutassa a többieknek is, hogy milyen az, amikor egy ember Istennek megszentelt életet él. Azzal a céllal, hogy mások is jöjjenek ugyanerre rá. Ugye ez az első zsenge. Nincs mire büszke legyek. Véletlenül Isten engem előbb hívott meg, mint a szomszédom, vagy a rokonom, vagy a párom. Véletlenül így volt, de nem itt áll meg a történet. Csak most kezdődött el. Lesz folytatása. És igazából összességében nagyjából ennyit akar mondani Jakab a próbákról. Ha próba van, akkor mit kell csinálni? Bölcsességet kérni, hogyha nincs. Állhatatosan Isten útján maradni. Na akkor attól leszek érett keresztjén. Szem előtt tartani, hogy milyen nagy kincset kaptam én tőle. Nem azt nézni, hogy a másiknak az életében mi van. Mert akkor kezd működni a kísértés. Hanem Istent szeretni. Istent úgy szeretni, hogy teljesen világosan előttem, hogy nem én kezdeményeztem az, hogy az Isten gyermeke legyek, hanem ő szült engem. Ő kezdeményezte. Igeje által megszólított engem. De nem itt áll meg a történet. Hogy én csak az első zsengéje vagyok. Lesz folytatása. Majd látni fogom. Amikor mindazok megkapják majd az élet koronáját, akit Isten elhívott magának, akkor látni fogom, amikor ugye feltámadunk, az Úr Jézus visszajön, és bebocsátja azokat az embereket az Isten országába, akik az övéi. És akkor nem kell foglalkozni azzal, hogy ki az, aki ellenem imádkozik, mert arra Isten úgyse figyel. Akkor arra se kell figyelni, hogy milyen sors van, vagy milyenek a bolygók, mert Isten a fölött is áll. A jó az Istentől jön. Isten azt küldi rám, ami jó. Akkor is, ha fáj, mert vannak olyanok is, amikor Isten valamit küld, amiről azt gondolom, hogy ez így nagyon fájdalmas, és csak később derül ki, hogy ez mire volt jó. De amit Isten küld nekem, amit Isten küld rám, az a jó. Ezért nem az embert kell nézni. Nem a sorsot kell nézni, nem a véletlent. Istent kell szem előtt tartani, őt szeretni. Így lehet megállni a próbák között is. Ez az evangélium szava. Amen.